Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Biztosan emlékeznek rá, pár nappal ezelőtt itt az ATV-n kritizálta Tarlós István vezetési stílust, a SÁT és az épülendő vagy építendő mobilgát, római parti mobilgát kapcsán Illés Zoltán. Aztán nem sokára, vagy nem sokra rá, egy nappal, talán egy nappal később a fővárosi közgyűlésen, hát hogy is mondjam, nem annyira válogattak sem Tarlós István, sem Bús Balázs polgármester a jelzőkben, amikor Illés Zoltánról beszéltek. Tarlós István úgy fogalmazott, hogy a nyilatkozata, Illés Zoltán nyilatkozata indulatos, vagdalkozó, rosszindulatú, frusztrált és ostoba. Illés Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Melyiket veszi magára? Ön indulatos? Nem, az ostobát szeretném választani. Az ostobát? Hát engem is szeret Tarlós István, én is megkaptam, csak én IQ számba kaptam meg ezt, ön így unblock. Így bele így az arcába, így hogy olvashatja. Bús Balázs kijelentéséből mi szerint attól, hogy valaki fideszes bolond még lehet? Hát ezért választottam az ostobát, döntsék el a tisztelt nézők és szerkesztőasszony, hogy hát most mit akkor... döntsék el, hogy maga ostoba vagy bolond? Igen, ezt kellene. Aha, szép feladat. És mondjam is meg. Hát ne, az a helyzet, hogy inkább az előbb említett urakat minősíti a dolog, ugyanis én ügyeket vetettem föl, a köz érdekében szólaltam meg. Az ügy arról szól, hogy mobilgát már pedig legyen, mondom én is, és jó néhány civil szervezet. És miközben mondom ezt, és sorolom föl a szakmai érveket, hogy miért nem a Dunai parton, tehát a Duna parton, a római fürdő parti szakaszán, hát akkor pedig ezekkel a jelzőkkel vagdalkoznak az urak. Hát igen, mert ő meg úgy pedzegette, hogy itt valami telekspekuláció is lehet a háttérben. Szerintem, ha valaki, tehát lehet, hogy ezen rágtak be, nem? Hát, hogyha valaki berág valamin, akkor annak két oka lehet. Az egyik, hogy nem igaz, a másik pedig, hogy igaz. Most nézzük azt, hogy nem igaz. Akkor minek oda tenni a gátat? Ugyanis a gát nem véd meg valójában semmit se, de úgy lehet csinálni, mintha ott a Dunaparton alkalmas lenne arra, hogy a mögötte lévő területet fejlesszék. Miért mondom, hogy nem ott is, nem véd meg valójában semmit se? Hát fizika, 6. általános iskola, közlekedő edények törvénye, elve, mondja a fizika. Nagy árvíz, gát a parton, jön a víz neki a falnak, megtartja a fal, de ugyanakkor hiába van szádfaladás 3,5 méter mélységben, az egy rétegnek a kialakítása, hogy ne törjön át a víz, alatta a víz a nyomás különbség következtében följön és talajvízként árasztja el ugyanazt a területet. Magyarul adtak annak a bizonyosnak egy pofont. Hol voltak a közlekedő edények akkor, amikor ön még államtitkár volt? Hát miért nem voltak? De miért nem akkor avatod be minket a közlekedő edények és a 6. fizika rejtelmeibe? De megtettem. Ugyanis ez nem mostani ötlet, hogy ott legyen a mobilgát, ezt nem most találta ki tegnap előtt Bús Balázs vagy Tarlós István. Én 2-3 évvel ezelőtt már államtitkár koromban a Hír TV élő műsorában, a Magyarországról szóló élő műsorában mondtam, hogy nem támogatom a mobilgát megépítését ott a Dunaparton, és soroltam az érveket, a vízügyi érveket. Én voltam a vízügyért felelős államtitkár, a környezetvédelemért és a természetvédelemért. Én ezt megmondtam nyílt színen. Megmondtam előtte egyeztetések során Bús Balázsnak is, és megmondtam nyílt színen. És hát nem is örültek neki az urak. De lehet, hogy akkor, amiért megmondta, tehát lehet, hogy ön akasztotta meg ezt az egész projektet? Nem. Nagyon sok 10 000 ember, és nagyon sok 1000 ember, akik tiltakoztak az ügyből kifolyólag. Az emberek nem buták, nem ostobák, nem balgák. Bármennyire is gondolhatja azt valaki, elszállva a saját önmagától és a nagy pozíciójától, akár éveken keresztül ebben a pozícióban, ebben a gondolatiságban élve. Az emberek meghallják az érveket az egyik oldalon, meghallják az érveket a másik oldalon, pró és kontra, mert minden ügynek van ilyen és olyan oldala, természetesen minden, az élet minden területén. És megértve az emberek, oda mentek és tiltakoztak le a kalappal a Védegylet előtt, a Római Parti Fürdő Egyesület előtt, más csoportosulások előtt, civil szervezetek, akik összefogtak, tiltakozást szerveztek, demonstrációt csináltak, ők állították meg, és természetesen mindenki kivette ebből a részét. Egész biztos az én hibám, de valahogy nem ütötte ki nálam a biztosítékot ez a Hír TV-s nyilatkozata. Tehát, hogy én tényleg figyeltem az... Ez tényleg megtörtént. Én hiszek önnek, csak tehát nem hallottam és nem emlékszem arra, hogy az elmúlt években Illés Zoltán államtitkárként olyan hangosan mondta volna a véleményét, hogy az
Mint mondjuk államtitkársága előtt mondta a környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban, nagyon hangosan. Én szeretem az ön műsorát, mert nem csak intelligens és folyamatos kihívásnak teszi ki a intelligens módon a jelölteket és a szereplőket, jelesül engem. Én ezért is szeretek eljönni ebbe a műsorba, most elárultam a tisztelt nézőknek. De azt kell mondanom, hogy nyilvánosan beszéltem például a Paks 2 ellen államtitkárkoromban, még a választások előtti időszakban, pont abban az időszakban, amikor a Hortobágy mellett található veszélyes hulladékok problémáját vetették föl civilek Debrecen környékéről. Az ellen is nyíltan beszéltem, háromszor írtam a kormány felé jelentést, amelyet Fazekas Sándor akadályozott meg, levette a napirendről, és a kormány nem tárgyalta ezáltal. Tehát nem is került a kormány elé, nem, az ön jelentése. A jelentésem meg az, hogy a kormány tárgyalja meg, és biztosítson 350 millió forintot annak érdekében, hogy az ottani felügyelőségünk meghirdetve egy tendert elvitesse és rendbe tegye De azt Paks a telephelyet. Paks ügyében is írt jelentést? Paks ügyéből kifolyólag nyíltan médiumokban, különböző elektronikus médiumokban nyilatkoztam, és hát, hogy mondjam, a szavazásnál nem voltam olyan nagyon-nagyon bátor, hogy nemmel szavazzak, hanem azt csináltam, hogy szóltam a jegyzőnek, hogy ugye látsz Lajos engem, Szűcs Lajos volt a jegyző, és azt mondta, hogy igen, miért mondod, mondom, azért, mert amikor a Hörcsik Rihárt nevét fogod mondani, itt név szerinti szavazás zajlott, igen, akkor én kilépek a teremből. És azt mondja, hát akkor majd te bejelented, Lajos, hogy nincs jelen, és utána visszalépek, így is csináltam. Tehát én egy gyönge nemet Hát ez tényleg nem volt annyira bátor. Hát, de azért mondom, hogy a szereplések tekintetében hol bátrabban, hol meg kevésbé bátran. Hát, hogyha bátor lett volna, akkor nem azt mondja, hogy ugye látsz Lajos, hanem azt mondja, hogy ugye látsz Viktor. Nem. De a Viktor nem volt ott. Hát akkor mondjuk kormányülésen. De kormányülésen, hogy amikor én voltam Fazekas úr helyett, akkor ez nem került szóba, tehát nem úgy adódtak a témák. Tehát szóba hozhatta volna. Kormányülésen nagyon szoros napi rendi... Milyenek a kormányülések, azt se tudjuk, meséljen így utólag. Hogy zajlanak? Hát szerintem épeszű ember nem nagyon szeret menni kormányülésre. Én... Miért? Hát azért az egy nagy kihívás. Az az ön műsoránál is nagyobb kihívás. Egy kormányülés az Igen. én műsoromnál nagyobb kihívás? Igen. Mert milyen egy kormányülés? Hát olyan jellegű kérdések röpködnek, mint amelyek akár joggal is elhangoznak, bár ebben a műsorban is. Láttam 2 másodperc alatt megsemmisülni különböző embereket, amikor nem tudtak, vagy nem voltak. De ki kérdez? Ó, hát a miniszterelnök úr megkérdezi az adott téma kapcsán, álláspontok, vélemények, és aztán ott brillírozni, azaz nagy dolog. Tehát az, aki azt gondolja, hogy az egy leányálom, az téved, és aki azt gondolja, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogyha valaki kormányülésen, az nagyon-nagyon téved. Tehát ami az egyenes beszédben Kálmán Olga, az a kormányülésen Orbán Viktor? Hát minimum, vagy 10-szer. De a kalappal, tehát az, és órákon keresztül, kezdődik délután mondjuk. Én is bírnám még. Tehát. És hajnali 2-ig, 3-ig akár. És aki nem jól válaszol, az úgy megsemmisül. Hát azért látják a többiek is, hogy ki az, aki fölkészült az adott évben, aki nem, és itt tehát Orbán Viktor egy nagyon kemény főnök, és nagyon számonkérő, következetes vezető. És nagyon-nagyon tudja a dolgokat, nagyon gyorsan átlátja a dolgokat, hihetetlenül gyorsan kombinál, nagyon ott van, és átlátja érdekek, értékek, minden. A környezetvédelem terén is? Hát ez a konfliktusunk már mindkettőnknek minimum, hiszen ő a miniszterelnök, és őtőle függ az, hogy van-e a kormány szerkezetén belül például önálló környezetvédelmi, természetvédelmi minisztérium, vagy nincs. Amikor 2010-ben én meghallottam felkérés után, hogy nincs egészségügyi, oktatási, kulturális önálló minisztérium, akkor azt mondtam magamnak, Zoltán, te soha nem a presztízsre törekedtél, hát most mi lesz akkor, hogyha nem miniszter úrnak szólítanak, hanem államtitkár úrnak. Hát, és akkor mi van? Lehet miniszterként rosszul is dolgozni. Na de államtitkárként tudott jól dolgozni? Akkor nem tette fel a kérdést, hogy Zoltán, el tudsz intézni valamit? Vagy minden fennakad a Fazekason? Nem. A tisztesség ne essék. Fazekas miniszter úr egy nagyon jó főnök volt ebben a tekintetben, mivel ő soha nem dolgozott a környezetvédelem területén. Ugye karcagi polgármester volt, le a kalappal, hogy vezette a városát. Miniszterként őt hozzátették a környezetvédelmet, a vidékfejlesztést, az agráriumot Igen. volt, és az élelmiszerbiztonság, tehát 4 terület tartozott a vidékfejlesztési minisztérium alá. Miniszter úr Fazekas Sándor
szabadon engedte a szó nemes értelmében, hogy a szakmaiság érvényesüljön. Tehát ő ebben a tekintetben, környezetvédelmről beszélek, vízügyről, természetvédelmről. Na jó, de azt én feltételezem, akkor lehet, hogy Fazekas Sándorról egy csomó minden át tudott jutni, de én az elmúlt napokban, hetekben elhangzott interjúiból azt szűrtem le, hogy ön nem volt megelégedve azzal, ahogy a kormány tekintett a zöld politikára. Hogyne. Hát gondoljon bele, ahogy elkezdtem mondani. 2010-ben nem volt önálló környezetvédelmi tárca, mint ahogy egészségügyi, oktatás és kulturális sem, és ehhez képest azt mondtam, hogy hát ez egy új struktúra, mondtam magamnak, tehát akkor államtitkári szinten kell vinni ezeket az ügyeket. 2014-re jön a változás, és ez itt a meghatározó, ez a változás, a fájdalmas, és az el nem fogadható. Szakmaiság nincsen, számos területen. Tehát ha megnézi az államtitkári garnitúrát, nem akarok senkit sem megbántani, de se múltjuk azon a területen, se tudásuk. De most nem csak a környezetvédelemről beszél. Most hanem, egy pillanatra kiterjesztettem, de nézze meg. Tehát így a kormányról. Az történt, hogy megszüntették a környezetügyi államtitkárságot teljesen, tehát nincs többé önálló államtitkárság, miközben nagyon helyesen mondom én, legalább az oktatás, a kultúra és az egészségügy megvan államtitkári szinten. Ez a változás, és ez az elfogadhatatlan, hiszen a 21. században az nem egy járható út, hogy vadkapitalizmus csináljon a magyar kormány Magyarországon arra való hivatkozással, hogy a környezetvédelem, meg a természetvédelem az tönkreteszi az ipari fejlődést és az erőszakos iparosítást. Ki mondta? Hát a kormányzaton belül jó néhány ember. De Orbán Viktor is ezt képviseli? Hát sajnos nagyobb részt egyetért ezzel a nézettel. Erre mondtam, hogy hát ez nem igaz. Annál is inkább, mert mindenütt a világon a környezetvédelem révén teremtenek munkahelyeket. A szegény országokban is, mert a másik ilyen téveszme, hogy csak a gazdag országok engedhetik meg maguknak a környezetvédelmet, mert ez luxus. És a harmadik téveszme, hogy ez egy ilyen baloldali ügy, ahogy ők szokták mondani, isú. Mármint a kormányzati körökben különböző meghatározó akkor emberek. Akkor mire gondolt, amikor Paks kapcsán Szél Bernadett képviselő társa fejéről gyakorlatilag a hajat majdnem lekiabálta, és azt mondta, hogy Orbán Viktor nevét még egyszer a szájára ne vegye. Akkor például miért csinálta? Először is mennyi időnk van még, hogy ezt most elmondjam? Mert ez egy nagyon komoly dolog. Tehát nem akarok egy ilyen pszichoterápiát, nem kérem, hogy feküdjön le, akar-e róla beszélni, miért? Tehát mi járt akkor a fejébe, amikor ez így elhagyta a száját? Ez a jó kérdés, hogy mi járt a fejembe. A következő, nagyon gyors leszek. Először is, most utólag is, akkor kétszer a helyszínen is, azóta egy virágcsokor, ami parlamenti képviselőként. Én nagy tisztelője vagyok a szebbik nemnek, a jobbik nemnek, a gyöngébbik nemnek, tehát a hölgyeknek. Aki engem ismert, meg tudja, nem csak családi környezetben, amióta az eszemet tudom, mint ahogy más emberek is, rengeteg okos, intelligens emberrel, nővel dolgoztam együtt, volt módonban dicsérni őket. Igen, és akkor miért érdemelte ezt ki Szél Bernadett? Mi történik? Nem az ő becses személyéről szól a dolog, sokkal súlyosabb a dolog. Mindig, amikor kedd reggel van napirend előtti, akkor megmondják már hétfőn, hogy ki lesz az az államtitkár, aki válaszol. Végig úgy volt, hogy a külügyi államtitkár válaszol, annak ellenére, hogy Verespatakról volt szó. Gondoltam, ez normális is, hiszen hát majd a külügyi vonatkozásait elmondja. Gyurcsány kormány mit csinált, Bajnai kormány mit csinált, mellesleg megjegyzem ott a beszédem szó szerint, idéztem folyamatosan, hogy rengeteget. Mert én a Verespatak ügye... Értem. De várjon, miért mondom ezt? Ugyanis furcsa módon azt mondták, hogy nem, nekem kell megcsinálni. Este az utolsó pillanatban. Már itt gyanúm támad, hogy valami baj van. Hogy ez egy csapda. Másnap, mikor megérkeztem, akkor is frakcióvezető helyettes, aki ott volt, nagyon gyanúsak voltak a körülmények, Szél Bernadett és kifejezetten úgy hangszerelte a dolgokat, hogy Orbán Viktorra. Tehát, igen, de ebből a helyzetből úgy jött ki ön, tudom, hogy tiszteli a nőket, tudom, hogy minden a környezetvédelem, de ez, hogy Orbán Viktor nevét hogy merje szájára venni, mintha valami bálványként imádná a miniszterelnökét. Neil Kinnock, a brit munkáspárt elnöke mondta, hogy az ellenfél van a másik oldalon, brit parlamentről beszélek, az ellenség a hátad mögött. De miért nem szabad Orbán Viktor nevét a szánkra venni? Nem, a csapda az volt, hogy Orbán Viktor ellen intéznek támadást, egy lagymatag beszédet, ha tartok, akkor azt mondják a frakción belül, a sajátjaim, hogy na, még arra se volt képes, hogy megvédje a miniszterelnököt.
És annak viszont... miért kellett volna megvédeni a miniszterelnöket? Vagy hát gondolta, hogy ebbe... így védi meg, hogy ebben a Orbán duel... Viktor nevét szádra nevet? Ebben a duelben, ebben a vitahelyzetben, ebben a politikai felhevült állapotban teljesen igaztalan volt az, hogy ő rá fókuszál, szíthatott volna engem, vagy a kormányzatot, úgy unblock. Ehhez képest ezzel a mondattal, ezzel az erős mondattal én azt akartam elérni, hogy előre menekülök ebben a helyzetben, ugyanis a későbbiek során kiderült, hogy például a frakcióvezető helyettes, aki ott volt, Schiffer úr úgy csinált, látva, hogy elveszítették ezt a szópárbajt, úgy csinált, hogy áttranszponálni kell ilyenkor az ügyet, a szexizmus vádjával kezdett illetni, de bocsánat, a dolog, a frakcióvezető helyettes nem állt ki mellettem, miközben azt kellett volna mondani, de bocsánat, de miről van minden, itt szó? Annyi mindent most, más mondhatott most, volna. Bocsánat. Pont ez, amit itt most elmondott nekem, nem erről volt szó, miért rajtam keresztül, miért a miniszterelnök, de ez a Orbán Viktor nevét szájadra neved, ez a mondat volt egészen vérfagyasztó. Úgy éreztem, azt kérdezte hogy mit éreztem. Én úgy éreztem, hogy ez egy csapda. Ha lagymatag vagyok, akkor azt vágják a fejemhez, ha pedig túl jól teljesítettem a feladatot, mármint önmagam által, és a következő helyzet, ezzel azért ütöttem ki a biztosítékot, mint utóbb megtudtam különböző emberektől, különböző helyekről, mert az LMP-nek elementáris érdeke volt, hogy engem letakarítson a pályáról, és ne legyen senki a Fidesz frakcióban, aki környezetvédelemmel foglalkozik, ugyanis az LMP-nek kellett ez a zöld színak alapjára. A tetébe emlékezzen, hogy melyik az a párt, amely nagyon-nagyon örült a választási győzelemnek, persze a győztesen kívül, pár ezer szavazattal bejutott a parlamentbe, és a Margit körúton én emlékszem azokra az óriás plakátokra, amelyek a zöld ügyekről beszéltek az LMP választási kampányában. És a pénz, amelyekkel, honnan a pénz, vagy kiktől van az a pénz, amelyekkel ezeket a kampányokat meg tudták csinálni. Hát ez egy költői kérdés. Én nem tudom, és hát csak gyanúm van, de az biztos, hogy én azt gondolom, hogy itt egy árulás és egy csapda zajlott, amely következtében úgy lehetett engem bemúszerolni ezen mondatok kapcsán, kifelé végtelenül boldogok voltak, és befelé én azt választottam. Ön azt kérdezte, hogy mit éreztem. Én azt éreztem, hogy csak egy nagyon keskeny mesdje van, értem. Nagyon előre kell mennem ahhoz, hogy ne lehessen megtámadni, de utóbb kiderült, hogy még az se volt elég. Döntse el ön, hogy jó választás volt-e. Egyetlen egy dologra kérem szépen válaszoljon, de tényleg most már röviden. Az LMP-nek lehet, hogy a plakátja, az óriás plakátja zöld. Önnek meg szerintem a pólyája is zöld volt már. Igen. Egészen biztos. De nem a kaki színétől, csak is kizárólag. Azt én nem tudom, nem vagyok az anyukát. Nem, édesanyámat ne kérdezzük. Szerintem kérdezz. Édesanyját, hogy esetleg már, igen, tehát hogy kezdődött az a zöld szín. Szóval, hogy aki ennyire a környezetvédelemben éli az életét, hogy már akár az is zöld, hogy közölték önnel, hogy köszönik a munkáját, többet nem lesz? Egyáltalán közölték, hogy nincs szüksége ennek a kormánynak önre? Igen. Miniszterelnök úr megtisztelt a bizalmával. Április 18-a, azért emlékszem, mert ez nagy csütörtök, délután 1:30-2 között magához kéretett. Végig egy 20 percen keresztül nagyszerű beszélgetést folytattunk, és mondta, hogy kiválónak tartja a munkámat, le a kalappal, minden nehézség ellenére, ő csak dicsérni szeretne, és azt mondja, hogy menjek el külföldre. Mint utóbb kiderült rá pár hónappal később, augusztusban Szijjártó Péter, akkor még államtitkárként, fölajánlotta, hogy legyek nagykövet Dél-Afrikában. Mire mondtam neki, Péter, te egy aranyos fiatalember vagy, ott is egy fél órát voltunk, hát és miközben ennek a környezetvédelemhez? Hát azt mondta, Dél-Afrikában is van. Nem, azt mondta, hogy ott is vannak bányák. Ott is vannak bányák? Igen. Mondtam, hogy ez tényleg így van. Miért ön bányász? Nem. De mondtam neki, hogy a bányák, arany meg gyémánt bányákból származó szennyezés az nem a magyar nagykövet dolga, hanem a dél-afrikai kormányért. És akkor mondta, hogy hát két nap múlva esetleg küldjek vissza egy SMS-t, hogy döntöttem. De... én még az nap vissza üzentem és megköszöntem, hogy köszönöm szépen. Tehát Magyarország külügyminisztere úgy gondolta, hogy a dél-afrikai magyar nagykövetnek a Dél-Afrikában található bányák környezetvédelmi vagy szennyező ügye lesz, vagy lehetne a feladata? Hát lehet, hogy így csapódott le. Százszónak egy a vége. Én akár pozícióba, akár pozíció nélkül, és ahogy mondta, nyakkendőbe vagy nyakkendő nélkül, akkor is környezetvédelemmel fogok foglalkozni sorra, egymás után az ügyeket. És abban reménykedem, az a célom, mert ez egy küldetés, egy vállalt küldetés, de az a célom, hogy igenis a magyar kormányban legyen önálló környezetvédelmi minisztérium, vagy ebben a kormányban.
kormányban, vagy esetleg egy másik jobboldali kormányban, amely alakulhat 18-ig vagy 18 után. Hát még erről fogunk beszélni. Szerintem jó, hogy itthon maradt. Köszönöm nagyon szépen, kedves, hogy itt köszönöm volt. Szépen.